az M-Plain Televízió hétfő esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nézzük legfontosabb híreinket először röviden. Elektronikus útdíj, a tehergépkocsik díjfizetését ellenőrző kapuk már működnek Sátoraljaújhelyen. 65 hallgató vette át a diplomáját Sárospatakon, a következő tanévet már az EGRI főiskola részeként kezdi a Comenius tanítóképző. Már csak néhány napig kapható dohánytermék a megszokott helyeken, Sátoraljaújhelyen 8 trafik nyitott meg. Július 1-től az 1 és 2 számjegyű utakon is kötelező a használatarányos útdíjfizetés a 3,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek esetében. A megtett úttal arányos elektronikus díjfizetés bevezetése miatt a korábbi díjkategóriák megszűnnek. Az ezekbe tartozó járművek a Hugo rendszerben vásárolhatnak úthasználati jogosultságot. Az új díjfizetést az állami autópályakezelő végzi, de a rendőrség szűri ki a jogosulatlan úthasználókat jelzés alapján. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya 24 órás szolgálatot teljesít a határátkelő helyen. Sorban állnak a kamionok a Sátoraljaújhelyi határátkelő helynél. Mától ugyanis csak úthasználati díj megfizetése esetén közlekedhetnek a 3,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek Magyarország 1 és 2 számjeggyel jelzett útjain. Itt a határátkelőnél két helyen van lehetősége a sofőröknek viszonylati jegyet vásárolni. A díjat a díjfizetésre köteles útszakaszra való felhajtás előtt kell megfizetni. Az úthasználat díja függ a tehergépjármű tengelyszámától, környezetvédelmi besorolásától, az út kategóriájától, azaz, hogy fő vagy gyors forgalmi úton halad el a jármű, illetve a megtett kilométertől. Többféle módja van az útdíj megfizetésének, úgynevezett boxokat lehet vásárolni, ami mint a mobiltelefon előre feltöltés alapján regisztrálja a megtett utat, illetve levonja a költséget, illetve viszonylati jegyet lehet vásárolni. Az útdíj fizetés ellenőrzését az állami autópálya kezelő végzi, olyan kapuk segítségével, amilyen Sátoraljaújhely határában is megtalálható. Abban az esetben, ha rendszerükben olyan járművet rögzítenek, amelyik nem fizetett útdíjat, jelzést küldenek a rendőrségnek. A hatóság a megkapott rendszám alapján a határátkelő helyeken vagy a mobil ellenőrző pontokon kiszűri a külföldi hatóság jelzésű járműveket, és velük szemben közigazgatási eljárást folytat le. A közigazgatási eljárás során 80 ezer-től 160 ezer forintig szabunk ki bírságot. Külföldi állampolgár esetén visszatartjuk a járművet mindaddig, amíg a bírságot meg nem fizetik, a bírság megfizetését követően pedig tovább engedjük az útjára. A közigazgatási eljárás lefolytatására a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya lett kijelölve. A rendőrök 24 órában végzik az ellenőrzést. 2000-ben integrálódott a sárospataki tanítóképzés a Miskolci Egyetemhez. A hosszú évekig tartó munka a hétvégén befejeződött, miután átadták a 2012-2013-as évre szóló diplomákat. Ez az az év, amikor a Miskolci Egyetem égisze alatt utoljára bocsátottak ki friss diplomásokat, összesen 65 főt alapképzésben. A következő tanévet már az EGRI főiskola részeként kezdi a Comenius tanítóképző. Sok-sok tanulás és hosszú út áll azok mögött a hallgatók mögött, akik átvehették a diplomájukat a hétvégén a Sárospataki Comenius tanítóképző főiskolán. Az évek alatt nem csak a tanárok és szakemberek álltak mögöttük, de a család is sokat segített mindenkinek, hogy elérjék céljukat. Hallhattuk a dékántól. Igen, ünnep ez, az ő ünnepünk alapvetően. De ünnepünk mi is akkor, amikor köszöntjük a szülőket, a hozzátartozókat, köszöntjük mindazokat, akik segítették ezt a munkát, ezt a több éves, nehéz, de minden bizonnyal sikeres. Köszönjük nekik, és köszönjük mindazoknak, akik oktató munkájukkal segítették ezt a tudásgyarapodást. A köszöntő után került sor a diplomák oklevelek kiosztására tanító, csecsemő és gyermekgondozói, webprogramozó és ifjúságsegítő szakon, melyet professzor dr. Stikta István lektor helyettes, valamint dr. Hegedűs László adott át. Ezt követően a végzős hallgatók nevében Molnár Gergő búcsúzott az iskolától, tanároktól, társaitól. Köszönöm a pedagógusoknak, tanárainknak,
a gyakorlatot vezető oktatóknak, hogy segítettek minket elvégezni ezt a főiskolát. Így nem egyedül kellett végigjárnunk ezt az utat, nem mindig voltak segítőkezek. A Miskolci Egyetem új rektora beszédében hangsúlyozta, a 2000-es integráció óta sok mindent átélt a főiskola, amellyel a közös célokat, erősségeket kívánta kidomborítani. Kapcsolatunk szervezeti, személyi, szakmai és anyagi vonatkozásban nyilvánvalóan hordozta az ellentmondást. Voltak közöttünk viták, de a jó szándékot egyik oldalon sem vitathatjuk el. A Miskolci Egyetemmel az utolsó tanévét zárta a sárospataki tanítóképzés. Összesen 65 fő részére adtak át diplomát a szakokon, és 26 főnek még korábban Miskolcon, még 24 főnek Patakon adhattak át a színes diplomát. Sátoraljaújhelyen 8 nemzeti dohánybolt működésére adtak engedélyt. A trafikok területi eloszlása szerint a város valamennyi forgalmas és lakott területére jutott egy bolt. A város egyik benzinkútján éjszaka is árulnak majd cigarettát. Július 15-ig még a többi árusítóhelyen is lehet kapni dohánytermékeket. Az országban 1415 olyan település van, köztük számos hegyközi és bodrogközi falu, ahol nem volt eredményes a trafikpályázat. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Kft. Ezeken a helyeken mozgó dohányboltokkal szeretné megoldani az árusítást. Már elkészült az egyik belvárosi dohánybolt, aki akarta, már ma itt vásárolhatta meg a cigarettáját. Szokolovszki Gyula korábban is árult boltjába dohányterméket, most egy másik helyen nyitott trafikot. Véleménye szerint a dohányboltban nagyobb a kínálat, és az üzlet kialakítása is a vásárlóknak kedvez. Ezekben a boltokban, mint itt látható ebbe az üzletbe is, az előző helyekhez, üzletekhez képest sokkal magasabb színvonalon, lényegében az áru féleséget teljes palettája a cégenként kapható, jól elkülönítetten, jól megmutatva szemmagasságba, tehát aki dohányzik, az egy magasabb színvonalú ellátást fog kapni mindenképpen, tehát a vásárlók ezzel a megoldással nem szenvednek kárt, hátrányt. A városban további 7 helyen nyílik dohánytrafik. Területi elosztás szerint úgy, hogy a város két szélén, a belvárosban és a lakótelepekhez közel is árulnak majd cigarettát. Július 15-ig a meglévő készleteket a többi boltban is kiárusíthatják. A üzletekbe az átmenető időszak az július 15-ig tart, ott a meglevő készlet elejéig még lehet értékesíteni, de július 15-e után már csak a dohányboltokban lehet ilyen árut kapni. További változás a dohányosoknak, hogy drágább lesz a cigaretta, nagyjából 130 forinttal kerül majd többe egy doboz. A megszokott márkák mellett azonban várhatóan feltűnnek eddig nem ismert termékek is. A korábbi 40-42 ezer árusító bolt helyett már csak 5300 helyen juthat dohányhoz az, aki egy káros szenvedéllyel él. Az ország több mint 1400 településén viszont nem nyitnak dohányboltot. Pályázni ezekre a helyekre mai félig lehet. Az állam a kis települések ellátását mobil postai szolgáltatásokhoz hasonlóan mobil trafikokkal szeretné megoldani. Nem kedvezett az időjárás a hétvégén a sárospataki zenés programnak, mégis muzsikáltak a művészek a Hilt téren. A miskolci részfúvós együttes tagjai az eső ellenére is szórakoztatták a közönséget. A több mint 10 éve alakult együttes saját műveikből álló repertoárral állt a sárospataki zeneszeretők elé. A rossz időjárás ellenére is megtartották a muzsikáló terek programot a Hilt téren a Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében. A rendezvénysorozat már 8. éve kerül megrendezésre Sárospatakon. Idén a miskolci Teater Brass Quintettet hívták meg, mert a részfúvós muzsika kimaradt az elmúlt 2 év kínálatából. Nagyon egyszerű egy részfúvós zenekart mozgatni, rendkívüli jó hangulatot tudnak teremteni. Nem, tehát ha tetszik, akkor bár ez nálunk szervezési nem szempont a szervezés szempontjából, hogy minél egyszerűbb legyen a produkció, de tényleg semmilyen hangosítást, különösebb egyebet nem igényel, hanem ők leülnek egy helyen, akár egy padra, és remek muzsikát tudnak csinálni. Mégis
Az elsődleges szempont az az volt, hogy régen volt már itt a Hill téren részfúvós muzsika, és a miskolciakkal jó kapcsolatot ápolunk, remek muzsikusok, nagyon jó ez az együttes, és ezért hívtuk meg őket erre a koncertre. A Teáter Brass Miskolc 2000-ben alakult a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Szimfonikus Zenekar részfúvósaiból. Az Opera Fesztivál hívta illetve az együttest, melynek tagjai mind hivatásos muzsikusok, akik a zenekari munka mellett fontosnak tartják a fúvós hagyományok ápolását, a részfúvós hangzás népszerűsítését is. Az előadott műveiknek nagy részét ők maguk írják. Az átiratokat mi magunk készítjük, szabadidőnkben, szabadság alatt, könyvtárat, internetet bújva, és most már így 11 pár év után eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag csak saját átiratokat játszunk, amik ugye évről évre azért szaporodnak. Az együttes vezetője elmondta, hogy szerintem mi kell ahhoz, hogy a jókedvet és a humort is bele tudják vinni az előadásaikba. Egyszer egy nagyon nagy trombitás megkérdeztek egy koncert végén, hogy hát mondja meg művész úr, hogy mi kell ahhoz, hogy trombitás legyen valaki, és ő azt mondta, hogy vidámság és bátorság. És ebbe azt hiszem, ezzel a két szóval mindent össze is foglalt, tehát először is bátornak kell lenni, mert bármit játszunk, az hallatszik. Akár itt a együttesen belül, akár a munkahelyünkön, tehát ezt nem lehet kikerülni, a bátorságot, és a vidámsággal ez meg valahogy összekapcsolódik. A programsorozat következő koncertje júliusban lesz egy sátorajóújhelyi előadó Székely György estje Édes életünk címmel. Tudatosan az egészségért mottóval szervezett egészségnapot a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház. Az egészségügyi intézmény régi hagyományt keltett életre a programmal, de most nem csak az egészségügyi dolgozókat, hanem a lakosságot is várták a rendezvényre. Az intézmény ezzel is szerette volna rávilágítani az emberek figyelmét az egészséges életmód fontosságára. A megjelentek szűrővizsgálatokon, előadásokon vehettek részt, a jó hangulatról pedig koncertek és kulturális bemutatók gondoskodtak. Az íjászat csak az egyik lehetőség volt, melyet kipróbálhattak a jelenlévők az Erzsébet Kórház egészségnapján. Ebbe az ősi harcászati technikába a Sátor Elő Íjász Klub tagjai avatták be az érdeklődőket. Az íjászat amellett, hogy egy remek kikapcsolódási forma, javítja a testtartást, és a természet közelsége miatt szorosan összefügg az egészséges életmóddal is. Ha az ember íjászkodni, akkor a minimum az, hogy kimegy a szabadba. Vannak már modern íjászklubok, illetve modern íjászpályák, amik pincékben, meg zárt tereken, illetve versenyek is zárt terekben zajlanak, de az alapvető dolog az, hogy akár télen, akár nyáron, hogyha ki szeretnénk menni íjászkodni, akkor a szabadba kell lenni, ahhoz egy kis mozgás kell, ugye, amire veszők nem jönnek vissza maguktól, hát meg a testi adottság, a fizikai erőnét az mindenféleképpen szükséges hozzá. Az Erzsébet Kórház régi hagyományt keltett életre az egészségnap megszervezésével. A programot egykor az egészségügyi dolgozók számára rendezték meg, de idén először a lakosság felé is nyitott az intézmény. Ezt a kezdeményezést pedig a későbbiekben is folytatni szeretné. A programok három témaköré épültek: a mozgás, az egészséges táplálkozás és a stresszmentes életmód. Fontosnak tartjuk, hogy nem csak a dolgozóink, hanem a lakosság is tudatos egészségnevelésben részesüljön, illetve tudatosan élje az életét. Ez a program ennek a címszó keretében született, tudatosan az egészségért. A lakosság felé első alkalommal nyitottunk szűrőprogramokkal, illetve rendezvénnyel. Régi hagyomány már, hogy családi napot szokott rendezni az intézmény. Az egészségügyi szűrővizsgálatok keretében a lakosság vérnyomás, testtömeg, testzsír, vércukor, koleszterin szint, légzésfunkció méréseken és bőrgyógyászati, hallás, lúdtap és gerincferdülés vizsgálaton vehetett részt. Most legfőképpen azért jöttem, hogy megtudjam, hogy van-e valami probléma, hogyha nem, pedig akkor annak örülünk. Hát a gyakorisága az, amikor adandó alkalom van rá, vagy amikor már muszáj, hogy menni kell. Az egészségügyi dolgozók számára az egész napos program a munka utáni kikapcsolódást, pihenést, szórakozást és a közösségépítést szolgálta. Főleg az elmúlt két évben itt az építkezések során fizikailag is nehéz volt megközelítenünk egymást a kórház két végében dolgozóknak,
És ez arra jó, leülni egy játszósátor mellé, leülni egy üveg sör mellé, egy kis uzsonnával, szórakozással, a gyerekek játékait követve, megismerni egymás családját, hozzátartozói, gyerekeit. Hát én is csak, hogy körbenézek, mondom, 4-5 éve már nem volt ilyen rendezvény, akkorákat nőttek a gyerekek, hogy alig-alig ismerem meg már, pedig jó része úgy a saját két kezemmel segítettem a világra. A nap folyamán osztályok közötti sportversenyt is rendeztek, a szakemberek bemutatták az egészséges táplálkozás alapjait, és az egészséges ételek készítéséből is ízelítőt kaphattak az érdeklődők. Az egészségnapon véradást is szervezett az Erzsébet Kórház, a jó hangulatról pedig kulturális bemutatók és koncertek gondoskodtak. A sorban 6. végardói falunapot tartották meg a hétvégén. A fiatalságnak szórakoztató programok, az idősebbeknek közösségi lehetőségek biztosították az eszmecserét. Helyi étkek is tálcára kerültek a főzőverseny keretében, amelynek zsűritagjaként a polgármester elmondta, Patak számára kiemelten fontos településrész Végardó és környéke. Főzőverseny az egyik meghatározó része a végardói falunapnak. A színes programok mellett a helyi specialitásokban is megmutatkozik, hogy valamikor önálló településként tartották nyilván Végardót. A főzőverseny részeként egyedül a halételek hiányoztak, de így is nagy gondban volt a zsűri elnöke. A tájjellegű ételek, a bodrogparti ételek, hát sajnálom, hogy hallal nem találkoztam, pedig itt folyik a bodrog a kert alatt, és viszont a vadak, ezek a betyár fiúk nagyon finom, vaddisznó pörköltet készített a Esker úr, a Didics, azt hiszem a csapat kapitány neve. A falunapot szervező képviselő elmondta, a célja mindenképpen az, hogy a helyi közösséget összetartsa, sőt, ha lehet, tovább erősítse integritását Sárospatakhoz, hiszen közösségről van szó. Ez a pici összetartó közösség ez megvan, de tudjuk azt, hogy Végardó Sárospatak része, és szeretnénk, és azért is van ez a szlogenünkben, hogy kicsábítani sárospatakiakat is ide Végardóra, hogy igenis itt is egy összetartó csapat van, és a fő jelszavunk az, hogy mindenki érezze jól magát. A főzőverseny zsűriének tagja volt a polgármester is, aki elmondta, hogy számára egyfajta lakossági fórum is a falunap, hiszen ilyenkor remek alkalma van a helyiekkel egyeztetni. A végardóiak azt mondják, hogy Sárospatakot csatolták annak idején Végardóhoz, tehát nagyon büszke, öntudatos, lokálpatrióta emberek laknak itt, akik annak idején sok-sok évvel ezelőtt magát a fürdőt is kétkezi munkával alakították ki, hiszen a végardóiak voltak azok, akik a feltörő velegvíz után lapáttal, kapával, talicskával alakították ki az első medencét, sajátjuknak is tekintik, tehát minden fürdővel kapcsolatos elképzelést én örömmel egyeztetek velük, és veszem figyelembe az ő véleményüket. A végardói falunapot utcabál zárta, amely hajnalig tartott. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Elektronikus útdíj, a tehergépkocsik díjfizetését ellenőrző kapuk már működnek Sátoraljaújhelyen. 65 hallgató vette át a diplomáját Sárospatakon, a következő tanévet már az EGRI főiskola részeként kezdi a Comenius tanítóképző. Már csak néhány napig kapható dohánytermék a megszokott helyeken, Sátoraljaújhelyen 8 trafik nyitott meg. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megnézhetik a www.zempléntv.hu weboldalon is, ha pedig véleményük, kérdésük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a Zemplén TV-kukat, zempléntv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!